A város mind az 5 bejárati pontján elhelyezték a rovásírással készült Sárospatak nevét tartalmazó helységnévtáblát. Ennek felavatását a Jobbik Sárospataki alapszervezete, valamint a Magyarok Szövetsége Sárospataki tizede végezte. Kovács Árpád, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Jobbik alelnöke kiemelte, hogy miért tartják fontosnak az olyan határmenti helyeken, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye, az ősi magyar írás használatát. Itt Borsod megyében és ma Sárospatakon is rengeteg és egyre több helyen találkozunk rovás írásos táblával. Borsod megye az élen jár ebben a törekvésben. Miért kell csak Borsod megyére gondolni, hiszen az országnak van számos más szép része. Azért kell Borsod megyére gondolni, mert Borsod megye határos azokkal a részekkel, azokkal a felvidéki Ukrajna, hogy így kell mondjuk, és valamint Romániában lévő magyar testvérénkhez tartozó területek. Ott is vannak már rovásírásos táblák. Van, ahol még a hatalom ez ellen szól. Nem akarják. Nem akarják az ősi magyar értéket, nem akarják ezt a népet, és nem akarnak semmit, ami a magyarsággal kapcsolatos. Vismeg István, a Magyarok Szövetsége Sárospataki tizede képviseletében mondott beszédet a helységnévtábla felavatása előtt. Ezután az egyházfelekezetek képviselői megáldották a rovásírással készült táblát. Ez a rovásírás, ez a magyar nemzetnek egy olyan büszkesége, egy olyan csodálatos szerzeménye, amire pártfüggetlenül mindenkinek büszkének kellene lennie. Egy olyan dolog, amivel tisztességesen és méltó módon meg lehet élni azt a mindenféleképpen fontos dolgot, hogy nacionalizmus. Lovasok kíséretében a fáklyás felvonulás célállomása a Veselényi út és Sárospatak tábla volt.